A Baújszántón nemrég újították fel a Dobszai út egyik szakaszát. Az út új burkolatot kapott a körforgalom és a települést jelző tábla között. Az útra már ráfért a frissítés, hiszen közel 50 éve nem volt felújítva, illetve további fejlesztéseket is terveznek a városban. A Magyar Közút ZRT munkálatai mellé az önkormányzat saját beruházásban a vízzel vezető árkok tisztítását is elvégezte. A Magyar Közúttal nagyon-nagyon jó a városnak a kapcsolata, már számos közös projektet hajtottunk végre. Ennek az egyik sikeres együttműködésnél vagyunk itt most, amikor is a Dobszai utat sikeresen tudtuk felújítani közösen. A Magyar Közút leaszfaltoztam, mi meg igyekeztünk minden kiegészítő munkával hozzájárulni. A sikerhez itt főként a csapadékvízelvezetés megoldására kell gondolni. Itt egy átereszt kellett létrehozni, hogy a Dobsza felől érkező víz ne az úton folyjon, hanem szépen az árokba tudjon belefolyni, és utána pedig a patakba. Lehetőség szerint igyekszünk minden árkot az utak mellett kitakarítani, ezzel segítve az utak élettartamának megnövekedését. Most azt tudom mondani, hogy olyan több mint 500 méter hosszan újult meg ez az útszakasz. Az útfelújítás mellett szintén saját beruházásból egy másik programot is elindítottak a Baújszántón. Közmunkaprogramban a patakmedrek tisztítását is elkezdték, hogy a tavaszi, nyár elejé záporok ne okozzanak gondot a városban. A település két végéről indult meg két csapat kitakarítani a patakmedret, készülve arra, hogy bármikor jöhet egy nagyobb vízmennyiség, és a benövő fák és gazos területek fennakadásokat okozhatnak, meg értelemszerűen mindenkinek az az érdeke, hogy a víz szépen tudjon folyni a patakba, és rendezett legyen. Ez nem csak azt jelenti, hogy a benőtt fákat és gazos területeket takarítjuk ki, hanem sajnos a lakosság által odahordott szemetet is eltüntetjük ezzel, tisztítva és szépítve a környezetünket. A járványhelyzet ellenére a település vezetése további fejlesztési tervekkel készül. Még több belterületi út rekonstrukcióját szeretnék elkezdeni, és egy új térfigyelő kamerarendszer kiépítésére készülnek.